Törjön le a kezed, pont az, amelyikkel letörted a csemetét, nem is értem. Ezzel a szöveggel került ki ez a fotó az egyik közösségi oldalra. Pécsen a Ledina Parkban készült a felvétel 3 napja. Most így néz ki a fácska, de ahogy a képeken is látszik, több csemete sem élte túl ezen a helyszínen. Mégis a pécsi városüzemeltetési cégnél azt mondják, az elmúlt időszakban egyre kevesebbszer találkoznak vandalizmussal a városi parkokban. Évente tényleg egy-két ilyen eset történik, amikor például fiatal facsemetéket ketté törnek, mint ahogy ez történt is, és egyébként azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan csökken az ilyen eseteknek a száma. Egyébként, hogyha egy fiatal facsemetét ketté törnek, azt a legtöbb esetben meg tudjuk menteni, tehát a törésnél visszametszük őket, és akkor még ki tudnak hajtani ezek a fák, tehát meg lehet menteni őket. Igyekeznek védeni a fákat, de elsősorban a vadkárok kivédésére készülnek fel, mondja a szóvivő. Rendszeresek a faültetések a Baranyai megyeszékhelyen. Évente nagyjából 1000 új facsemetét telepítünk Pécsen, ugye az elmúlt időszakban Rózsadombon telepítettünk például 100 új fát, tehát vannak ilyen tömeges telepítések is, ugye viharokban megsérült fákat is pótoljuk. Facsemetét ültetnek Szigetvár mellett, mint ahogy beszámoltunk róla, itt alakított ki egy területet a Mecsekerdő ZRT. Az állami erdőgazdálkodó a Baranyában született gyermekek után legalább 10 fát ültet ide minden évben. A cégvezetőjét kérdeztük, milyen gyakran találkoznak vandalizmussal az erdőkben. Amikor én Pécsváradon elkezdtem dolgozni, az most már 21 éve volt, akkor teljesen rendszeres volt az, hogy hétvégén a infrastruktúrában károk keletkeztek, a közjót szolgáló tűzrakóhelyek, esőbeálló padok tűzre kerültek, megrongálódtak, tönkrementek. Ahhoz képest nagyon nagyot léptünk előre. Természetesen nem tűnt el az a köztudatból, de hozzá kell tennem, hogy a Covid-járvány ilyen szempontból egy pozitív hatással volt az emberekre. A korlátozás miatt megnőtt az erdőkben kirándulók száma. Így az emberek egyrészt rákényszerültek, hogy védjék azt a helyet, ahová szabadon kilátogatnak. Másrészt közelebb kerültek a természethez, ezért védik jobban, mondja az igazgató.